Kedves nézőink, a következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Repertoáriába, ugyanis eredetileg nem volt ott.
régi törököknél, meg a romaiaknál nem nagyon volt jellemző, rabszolgákat néha megkínoztak. A korai középkorban pedig jellemzően a germán törzsi jogrendszer volt az, ami általánosságban próbálta, az alapján alakultak a törvények is, az eljárások is. Ennek pedig alapvetően két bizonyítási eljárása volt, az egyik az eskütétel, vagyis mindenféle tanúkat hoztak, aztán aki több tanút hozott, vagy hitelesen tanúkat, az győzött. A másik megoldás, ami szintén nagyon népszerű volt, az az istenítélet. Ezek a tüzes-vas próbák, vízpróbák, istenítéleti párbajok, amiknek gyakorlatilag az volt a lényege, hogy Isten ugye minden dolgok tudója, és az igazság végső letéteményese tudja, hogy ki a bűnös és ki az ártatlan. Tehát aki ezeknek a próbákon gyakorlatilag ártatlanul bizonyult, vagy ugye legyőzte a másikat egy párbajban, azt gyakorlatilag a jog is ártatlannak nyilvánította. Na most ez az egész rendszer ez nagyon jól működött, amíg a feudalizmus nem igazán alakult ki, de amikor ugye elkezdtek a különféle királyságok, franciák, németek, angolok egyfajta központosított hatalmat kialakítani, akkor ezek a dolgok kezdett egy kicsit olyan elmaradottnak tűnni. Az isteni térdeket, mint olyanokat egyébként 1215-ben, tehát meglehetősen korán a laterális zsinat tiltotta be, vagy legalábbis jelentette ki róluk, hogy alkalmatlanok a bűnösség vagy az ártatlanság megállapítására. Tehát végül is paradox módon kihallgatásnak a bevezetése az azért, az arra volt szükség, azért volt szükség rá, mert a jognak szüksége volt egyfajta fejlődésre. Vagyis a régi ítélkezési rendszer kidobták az ablakon, és helyette bevezették az latinul processum per inquisitore, tehát az inquisitorikus eljárás, aminek a központi alakja a vizsgáló bíró, a római és a kármai jog, aminek viszont volt egy nagyon komoly elvárás afelé, hogy a bizonyítékoknak mégis milyen minőségnek kellett lennie. Tehát a régi rendszer az nem volt elég jó, az új rendszerhez viszont kellettek az erős bizonyítékok. Na most minden bizonyíték közül a legerősebb, a bizonyíték királynője, a probáció, probatissima, az a vádlott vallomás. Következésképpen mindenki arra törekedett, hogy ezt szerezzék meg a vádlottól, és hát mivel ugye szép szerével sokszor nem ment, ezért kellett a kínvallatás eszközéhez folyamatni. Alapvetően a kínzás egyébként három szerepét tudjuk megkülönböztetni. Az első az ugye a javítás és a nevelés. Bizony, ez egy talán is érthető aspektus a dolognak. Egy példát tudnék említeni, 1532-ből egy Maria Bezalmá vezető hölgyemény volt az, aki az inkvizíció karmai közé került, mert mindenféle luteránus elhajlások, meg elkészségeknek hasonló bűnére esett, és végül az inkvizíció úgy döntött, hogy mindenféle botozással, éheztetéssel, bőrgöltetéssel, és hasonlókkal próbálják jó útra építeni. Na most ezzel két évig próbálkoztak, de hogy roppant kitartó volt, úgyhogy az inkvizitor a végén feladta, megbüntette 100 dukát, aztán mondta, hogy menjen Isten hírével. Ami egyébként egy érdekes dolog, hogy az inkvizíciót általában úgy ismerik, hogy mindenkit mágyára küldött, mert az esetek túlnyomó részében ez nem történt meg, hanem helyette mindenféle második büntetésekkel próbálták a bűnösöket jó útra téríteni. Ugye erről már beszéltünk, a vallomás kicsikarás, ami mindenféleképpen fontos volt, és harmadikként pedig ugye gyakorlatilag a büntetések súlyosbítása, tehát amikor önmagában egy halálbüntetés nem tűnt elegendő büntetésnek, vagy elegendő megtorlásnak az elkövetett bűnért, úgy magát a halálbüntetést megpróbálták egy kicsit kicifrázni, és az előadás második részében ezt részletesen képekkel illusztrálva is meg fogjuk tekinteni. Na de mi a haszna a kínzásnak? Ugye ez a másik nagy kérdés. A középkori jogtudósok és írók többféle okot felsoroltak, hogy miért kell az embereket megkínozni. És ezek közül az első az ugye a bosszúállás, vagyis azért, hogy az elkövetett bűn és az okozott fájdalom ellentételezéseképpen a bűnös ugyanúgy szenvedje, ugyanúgy állja ki azokat a gyötrelmeket, amiket áldozata vagy áldozatai. A következő a megtisztulás, ez, ha belegondolunk, ugye a keresztény gondolatvilágtól átjutott középkori gondolkodásban alapvetően központi szerepet játszott, ugye ismeri az önsanyargató szektákat, a böjtölés parancsolatát. Tehát a középkori embernek a gondolatvilágában benne volt az, hogy ahogy Krisztus szenvedett a kereszten,
úgy bármilyen szenvedés egyúttal a bűnök megváltását is előre vetíti, vagy legalábbis abba az irányba mutat. És végül az utolsó, és talán a legfontosabb dolog, az nem a társadalmi és valamilyen fenntartása. Na most ugye itt, ha mondjuk, nem tudom, 30-40 évvel ezelőtt lennénk, akkor itt ugye a prekapitalista uralkodó osztály elnyomásáról beszélnénk, de alapvetően nem arról van szó, hogy az embereket megfélemlítették, mint az emberek pedig lelkesen jártak a különféle nyilvános megszégyenítésekre, kivégzésekre. Itt inkább arról volt szó, hogy az uralkodó elit, ugye a bíróság, a magisztrátusok szeretnék volna megnyugtatni az embereket, hogy a törvény be van tartva, a büntetés érdemel és kap. Tehát gyakorlatilag a nyilvánosság előtt végrehajtott kivégzések, büntetések, azok mind-mind azt a célt szolgálták, hogy megerősítsék az emberek hitét és bizalmát a fennálló rendszerben. Vessünk tényleg egy rövid kitérőt csak a törvényekre, hogy a törvények hogyan szabályozták a dolgokat. Nyilván erről lehet óráként beszélni. Három példát szeretnék kiemelni, hogy első a baloldalon ilyen hangnak adta, és itt szeretném megmondani, hogy Anglia egy kicsit kivétel az európai, vagy a kontinentális sorrendszerből, mégpedig azért, hogy a hangnakartat 1215-ben elég egyértelműen kimondta, hogy Mártai kínvallatást csak király engedélyével lehet elrendelni. És ennek megfelelően egyébként a következő kb. 100 évben kínvallatás nem is nagyon volt Angliában. Érdemes megemlíteni, amikor a templomosokat letartóztatták 1308-9 környékén, és végül az akkori király harmadik Edvárd úgy döntött, hogy na jó, akkor enged a pápa unszolásnak és kínvallatásra álltak egy templomosokat, akkor konkrétan Franciaországból kellett hozni kínzó eszközöket, mert egyben egyszerűen nem volt kiépítve a megfelelő infrastruktúra ehhez az eljáráshoz. És ugye mondhatnánk, hogy ez milyen fantasztikus, fejlett angol jogrendszer csodája, mennyivel előttünk állunk mindig. Na most az a helyzet, hogy náluk nem azért nem kínozták meg az embereket, mert valamiféle humanista, emberséges oldalok volt, hanem azért, mert az angol jogrendszer igazából nem követelte meg annyira a bizonyítékoknak az erősségét. Következésképpen, amikor egy német vagy egy itáliai bíró még csak elkezdett gondolkodni azon, hogy talán elrendeli a kínvallatást, addig az angol elitben is már én a tapasztófány himbálózott. Tehát itt alapvetően ez a oka, amiért Angliában legalábbis a középkorban nem volt jellemző a kínvallatás, aztán ugye később a Erzsébet-kori katolikus üldözés idején azért igyekeztek bepótolni, amit addig elmulasztottak. Ugye egy másik példa, hogy jobb oldalon lent pápai hullát látunk, és érdemes megemlíteni az inkvizíció, mikor kezdte el ezt az állást és tevékenységét. Itt is érdemes tudni, hogy az inkvizíció alapvetően nem készült, hogy rögtön meg volt a lehetőségük vagy a joguk a kínvallatás elrendelésére. Legalább az első 19 évben. Aztán egy Leonard Szentpéter nevű ember néhány jelenleg szimpatizás leszólt valahol Dél-Franciaországban. Akkor egy pápa negyedik Ince pedig meglehetősen rossz nyilván vette ezt, úgyhogy kiadott egy bullát, aminek az a neve, hogy Al-Extirpanda. És szó szerint ilyen megokolással vezeti be az inkvizitorok jogállását arra, hogy kínvallatást rendeljenek el. Mivel az ereteneket a lelkek gyilkosai és az isteni szentséget megrablói, ezért miként a tolvajok és haramják kényszerítessenek tévedéseik megvallására és mások bevállalására. Egyébként az inkvizíciós vallatásnak voltak némi korlátai, például végtagok nem törhettek, az életet ki nem oldhatták, és legalábbis a szabályok szerint csak egyszer lehetett alkalmazni, és csak akkor, hogy az inkvizitornak nem voltak más bizonyítékai. És végül, hogy magyar például is említsük, hogy Berlőz 3-as könyve, szintén meglehetősen korlátozni szorítja a kínvallatás elrendelését. Gyakorlatilag csak az alapos gyanú és a terhelő bizonyítékok megértekor lehetett elrendelni a kínvallatást, tehát kellett valaminek lenni a már a bíró kezében, ami alapján azt mondta, hogy na, akkor most alávetjük a kínvallatást, a túriembert. Ez egyébként alapszolgó modáig, mert ugye, ha a hármas nem mondja, hogy a bíró az ablakából látott egy gyilkosságot, akkor ez alapján nem rendelhetett el kínvallatást, mert ő csak mint egy tanú, gyakorlatilag az ő tanúvallomása az a gyakorlatilag, mint egy magánszemély, gyakorlatilag nem ér semmit. És ugye különképpen kiemelhetjük, mint a hármas könyv, hogy nem esik, mert aztán végképp nem lehetett megkínozni, csak is akkor lehetették őket. Végül hogyan működött az, maga az eljárás? Az alapvetően nagyjából
hasonlóképpen ment, először is kellett egy igazságügyi tisztviselő, bíró vagy bárki, aki felügyelte a dolgot és felvette a vallomást. Aztán következett a kínzó eszközök bemutatása, és nyilván aki ott helyben szakértő volt, ott nyilván elmondja ezt a felépenset, hogy melyik kire jó, minden mit lehet csinálni, milyen hosszan, hányszor és az mégis mit okoz neki. És ha ez nem használt, na akkor kezdték el a kínvallatást, egészen addig, hogy a vallomást ki nem csikarták, ez esetleg túlnyomó részében megtörtént. És itt jött a lényeg, hogy a vallomást önként meg kellett ismételni a bíróság előtt. Ha ezt visszavonta, akkor visszament a kínzó kamerába, a kápol az egész elkezdődött előről, egész addig, amíg végül jobb belátásra nem tért az illető. Itt voltak mentesítve a kínzásról, sokan, meglepően sokan, és ugye meglepően sokan hitték azt, hogy amúgy mentesítve vannak, de aztán később kiderült, hogy mégsem. Ugye a legelső csoportnak nemesség, természetesen nemeseket nem lehet csak úgy megkínozni, az mindenféleképpen felháborító dolog. Azért ennyire se volt, hogy a hármas nőről már beszéltünk, és igazából a nemeseknél is, ha egy nagyobb rangú báró vagy a király gyakorlatilag felfüggesztette ezt a mentességet. Egy ilyen eset egyébként sor került 1440-ben Gilles de Rais, a hírhet francia marsal esetében. Most nem nagyon részletezném azt, hogy művelt, mert az tényleg eléggé brutális, de a lényeg az, hogy az ő esetében hogy nagyon magas rangú nemes volt, és miután elég tanul rávalóta a szörnyűséget, amit elkövetett a kastélyában, utána az ő bűvérura, a bretonyi herceg elrendelőt kínozzák meg, mert erről bevallotta a bűneit, úgyhogy rövidítőn fel is akasztották. Papok, klerikusok. Ugye ezt latinul úgy hívták, hogy privilegium clericum, és nagyon jó dolog volt többek között a papirendbe belépni. Részben azért is, mert ugyanazért a bűnért jóval egyébként büntették a papokat és hasonlókat, ami egyébként roppantról jött a okosabb rablóknak és hasonló zsiványoknak, akik például úgy akarták magukat papként, vagy legalábbi szerzetesként feltüntetni, hogy mindenféle latin imákat magoltak be, és amikor jöttek, letartóztatták őket, akkor közölték, hogy már végül papok, ők csak a egyházi joghatóság ítélheti el, és ezt megpróbálták bizonyítani ezekkel a konyha latin imádságokkal, úgyhogy valószínűleg a helyi serifeknek vagy előjáróknak kicsit bele kellett ásni magukat a latinba, hogy ezeket az imposztorokat mindegy leleplezzék. Azért valószínűleg nem volt egy több hatékony ötlet, de sokan megpróbálkoztak vele, végül is nagyon sokat nem vesztettek. Aztán kaphatott az ember gyakorlatilag kiváltságot saját jogon, hogy őt már pedig nem lehet megkínozni. Egy például a Toulouse-ból, az egy dél-francia város, ott a helyi kádó polgármester, a kapitolokat és az ő fiaikat mentesítették a kínzás alól életük végéig, ami egyébként különösen jól jött akkor, amikor itt elrendelték, hogy kiadták ezt a kiváltságlevelet, szépülött adta ki egyébként, ha jól emlékszem. Különösen Jean Jourdan nevezetű illető éppen a kínzó kamerába tartott azért, mert legyilkolt valakit a városfalakon belül, de aztán fellevezett, közöttek már, hogy ők nem lehet, megnézték az iratokat, megadták a kiváltságlevelet, és hát most mit lehet tenni? Nagy vonatokba elengedték őt, és így gyakorlatilag szabadon távozott a bíróságról, úgyhogy voltak szerencsés emberek, akinek így sikerült az élet. A következő a terhesnő. Ez egy általános, egyébként egészen az újkori élő szabály volt, hogy terhesnőket nem vetettek alá kínzásnak. Ugye ez ugye elsősorban ugye a méhében nevető magzat érdekében történt. Azért kivételek adhattak, majd a vége felé látni fogjuk. Aztán természetesen jönnek a gyerekek, akiket szintén általában mentesítettek a kínvallatás alól, legalábbis a középkorban. Azért az újkorban vannak már példák, amikor ezekre az apróságokra már nem figyeltek, illetve az apróságokra is figyeltek. Talán a legjellemzőbb példa a Salzburgban 1670-es években volt a Cauberiától boszorkányhisztéria idején. Alapvetően varázslatról volt szó, aki gyakorlatilag a városnak az utcai tanította mindenféle mágikus praktikákkal, legalábbis így szólnak a feliratok, és a derékvárosatok úgy döntöttek, hogy ezt a történelmes fekete mágiát és annak a felszámolását összekötik az általában utcakönyvök jelentettek az egészségügyi és közbiztonsági problémák felszámolásával. Úgyhogy a végén kb. 80 gyereket ítéltek halálra és végeztek. Én volt ez a viszonylag
brutális lezárása volt ennek a történetnek. És hát végül természetesen itt van az utolsó kategória, amikor a bűn gyakorlatilag nem igazán indokolt az, hogy kínvallatás mentén kell. Verekedés, varázslás, elkísérték, lopás, káromkodás, stb. Stb. Ilyen egyébként nem iszították be a kemencéket. És akkor lássuk, hogy alapvetően mivel is igyekeztek ezeket a mindenféle vallomásokat kihúzni a vádlottakból. Igen, egyébként a falak vastagok, úgyhogy azért nem hagyjuk az üvöltést. Na, kezdjük azokkal, amik nem voltak, viszont látványosan benne vannak a köztudatban, hogy az első a virágzó börte, vagy a kín börtéje. Ugye, amit látjuk, ezek itt fényképek, tehát valóban a létező tárgyakról van szó, és a sztori mögöttük az, hogy ezeket az izéket csukott állapotban, vagy az új embernek a szájába, vagy másik a testnyilásában tették, majd utána megmondani kapcsolód, és akkor ez úgy kinyílt. Ugye érezhetjük, hogy nagyjából miről van szó. Na most az a helyzet, hogy ezek a tárgyak 19. században kezdtek át feltűnedezni, és igazából alaposan, ha megnézzük őket, akkor gyakorlatilag a rúgójuk túl gyenge, és gyakorlatilag azok a csak rendszerek közben a kioldó szerkezetek, amik rájuk vannak applikálva, azok gyakorlatilag úgy, ahogyan elképzelték, az úgy biztos nem működtek. Vannak korábban ábrázolások ilyen tárgyakból, amik lehettek sebészeszközök, vagy ez a cipőtágítók, vagy zokni tágítók. Úgyhogy igen, de hát ez meglehetősen nagy karriert futott be, ilyen különféle múzeumokban, ilyen kínzás múzeumokban lehet ilyeneket látni. Aztán jön a következő javasszűz, amiről Rock Zenekart is neveztek el később. Ez Nürnberg városában található, az ottani kriminális szorosos múzeumban. Erről egyébként először egy 18. század végi úriember írt, még hozzá szó szerint a következőket, ezt érdemes elolvasni, mert nagyon-nagyon fantasztikus. Tehát szerint 1515-ben egy bűnözőt végeztek ki ezzel, és így szól a borzasztó leírás, lassan az éles köviset belefúrultak számos helyen a karjaiba, a lábaiba, a hasába, a mellakasába, a hólyagjába, nem szervezőjébe és hátsó fertájába. Nem eléggé ahhoz, hogy megöljék, ezért felette fájdalmas kiáltozások és panaszkodás közepette maradott két napig, amikor is meghalt. Na most, a könyvet megírták a 18. század végén, ezt az izét megcsinálták a 19. század elején, majd elvitték a Chicago-i kiállításra, és azóta mindenki azt hiszi, hogy ez tényleg egy középkori kínzóeszköz volt. Kivéve minket, ugye már. Na, aztán van egy másik, ez igazából középkori kommunikában szerepel, ez a vastika, egy 6. század, egy második alapik fizikó király állítólag az egyik trónkövet előtt ebben végeztette ki. Na most ez az izé úgy működik, hogy ez gyakorlatilag egy vastból öntött bika, amivel beleteszik az úriembert, alatta megújtják a tüzet, ami ugye szépen kezdi átiszíteni az egész jószágot. És a fejében van egy olyan szerkezet, ami a fájdalmas kiáltozásokat és visongásokat a mika külkésévé alakítják át. Na, ilyen sem volt igazából, ez nagyon régen megy vissza egy régi görög történetre, ami egy, ha jól emlékszem, szerintem kreolvas, igen, ez a latin Perillos készített által egy szicíliai zsarnoknak. Ő egy feltaláló volt, az a Perillos, és viszont hosszú járt a sztori szerint egyébként, mert ő rakta próbálta ki először a találmányát, de ahogyan ez az okkori történet, a középkori része is inkább a mese kategóriába illik. Itt beemlíteném a nyújtót, ami ugyan egy valódi kínzóeszköz volt, viszont nem a középkorban, hanem csak jóval később a 16. században kezdték el használni, ugye ennek viszonylag egyszerű a metódusa, az úriembert kifeszítik rá, a végtagjait lebékfúzzák, majd utána egy szerkezettel elkezdik addig nyújtani, ami ennek kezd vallomást tenni, de ezt lehet cifrázni mindenféle szögekkel, valahol kerészt állítani, hogy még biztosabban és még gyorsabban vallomást legyen az illető. De jellemzően valamikor 1447-ből van először említés, hol ez az esetleg bizonytalan, viszont a reneszánsz végén újkorban ezeket már vidáman használták, mi ez akkor került be a kínzóknak meg eszköztárába. Következő az a Judás szék, azt nem nagyon kell elmondani, hogy egész pontosan mire és hogyan használták.
és ennek is vannak nagyon szép replikái, és ez is egy nagyon szép kitaláció. Ugye alapvetően egy háromszor alakú hasábról van szó, amire a Dugénben ráültették egészen, amikor még nem nagyon rossz nem kezdett lenni. De igazán a erős pontról 16-17-18. Században kezdenek el először ilyen mindenféle kétes szabadkérdőségű beszállók terjengeni. Bal oldalon láthatjuk ezt a lovacskaszerű jószágot, ugye ennek a párdalabját. Ez egyébként tényleg létezett, méghozzá a 17. század második felében francia katonákat büntettek azzal, hogy ráültették őket erre a jószágra, a lábukra mindenféle súlyokat kötöztek, aztán többit ugye elvészt a gravitáció. De még egyszer, ezek viszonylag új találmányok, úgyhogy olyan sokat azért a középkorban ezeket nem használták. Magában még igen. És ugye itt jönnek igazán a valódi eszközök. A legelső, az igazán nem kellett hozzá semmi extra, ez semmi más, mint a maguknak a celláknak a kialakítása. Amit itt látunk, az a Angliában a Warwick kastélyban van, ugye ez a verem cellák, a jólientek. Ezeknek alapvetően az volt a lényege, hogy nagyon szűkek, és gyakorlatilag a padló színbe mélyített vermek, amivel az úriembernek vagy az illetőt beleállították és effektált. Na most speciálisan a kastélyban úgy van megoldó dolog, hogy ez az egész kastélynek a legalacsonyabb pontja, következésképpen bármi esővíz, konyhának a mindenféle vize és a latinának a különféle nedvességei is valahol itt hogy is mondjam, folytak ki a kastélyból, de valószínűleg itt az újján, akárkit is tettek ére, sok hely nem maradt itt. Ez gyakorlatilag valószínűleg a halálos ítélete ért fel, hogy valaki ide bezárta. És aztán ugye a London Tower-ban van egy még ügyesebb jószág, ez a Little East, vagy a csekély vigasz névre hallgató szobácsa. Hát ez úgy körülbelül 1 méter 20 cm magas, 1 méter 20 cm széles és 1 méter 20 cm mély, következésképpen akik ide bezártak, teljesen sötétbe, az se felállni, se lefeküdni nem tudott. Úgyhogy egy pár napot itt, aki eltöltött, az valószínűleg utána bármi is akartak tőle, az készséggel teljesítette. Egyébként az angol parlamentet felrobbantani tervező Guy Fawkes is ide került egy pár napra, hogy kiszedjék belőle a cinkosai nevét, és sikerült el, és kapták őket, és mindegyiket kivégezték, úgyhogy a célját feltétlenül betöltötte ez a helyiség. Aztán ugye következett most már az eszközös megközelítés, ugye a kikötözés volt gyakorlatilag a legegyszerűbb, gyakorlatilag semmi más nem kell csinálni, mint az úriembernek a kezét hátul összekötözni, majd utána felfüggeszteni egy gerendára. Ez alapvetően meglehetősen fájdalmas dolog, és itt egyébként érdemes megemlíteni, hogy van egy nagyon friss példák arra nézés, hogy ez a dolog akár egyébként halálát is okozhatta, ugyanis a 2004-ben az Abu Ghraib börtönben, amikor az amerikai katonák elkezdtek játszani az ottani terrorgyanús illetőkkel, akkor az egyiket így próbálták vallomásra bírni, kb. 30 percen bírta, és akkor utána elhalálozott. Úgyhogy itt érdemes megemlíteni ezt, hogy a kínzómesternek készen kellett lennie, de az elsődleges cél nem az volt, hogy a vádlott ott pusztuljon a dungeonben, vagy a kínzókamrában, hanem hogy vallomást szedjenek ki belőle. Aztán ugye következtek a mindenféle kisebb, hordozható eszközök, amikkel például utazó inkvizitorok tudtak viszonylag gyorsan vallomásra kicsikarni, ez a hüvely sorító. Ugye a dolog nagyon egyszerűen működik, a két hüvelykujját körömmel felfelébe kell dugni azokban a felső lyukatban, és utána gyakorlatilag az egészet elkezdeni rácsavarozni, az ugye középen az egy vaslap, és ahogy csavarjuk felfelé magát az eszközt, úgy szorítja össze egyre inkább a hüvelykujjakat. De ennek valakit érdekel, nem van egy példány, hogy az előadás után nekem így lehet próbálni. És ugye ugyanennek voltak a verziója az alsó végtagra, ugye a spanyol csizma, ami egyébként többféle verzióban létezett. Ugye a legegyszerűbb dolog az, hogy a két falakot összekötöznek, majd különféle csavarokkal elkezdik szorítani az ellen a delikületnek, ahogy bocsánat, a vallomásra kényszerített úriembernek a lábán egész addig, amíg ellenkezd énekelni, vagy amíg össze nem törnek a csontjai. Írországban például ezt úgy oldották meg, hogy valamiféle csizmaszerűséget tettek az úriembernek a lábára, majd utána vizet töltöttek bele, és azt kezdték el forralni, tehát gyakorlatilag megfőzték a lábát. Skóciában pedig egy abszolút naturális megoldást alkalmaztak, nyers vizes marhabőrből készítettek egy ilyen aféle lábelit,
majd ezt úgy vízesen rászorították a lábára a delikvensnek. Majd utána elkezdték gyakorlatilag heríteni tűzföl, ugye a marha bőr nagyon gyorsan összezsugorodott, ahogy elkezdett száradni, hát is lehetetlen kínokat okozva annak, akin ez a lábbeli volt. Innentől aztán ugye átérünk oda, amíg már nem feltétlenül csak a kínzók, amelyek eszköztárába tartoznak, ugye a kaudák, amik több esetben ugye a különféle ítéletek végrehajtására, egész pontosan a megszégyenítés elítéltek kedvenc időtöltése volt. Ellentétben az általános közhittel, aki kaudához által a főtéren vagy hasonlót, őt jellemzően nem volt szabad külön bántalmazni. Ez később 18. században vált inkább jellemzővé, de a középkorban jellemzően az volt a megközelítés, hogy az ítéletet nem a kövenc hajtja végre. Nem a nép, senki, a magisztrátus, a hivatalnok, az előjáró és a bíró. Úgyhogy nagyon szigorú szabályok vonatkoztak azokra, akik esetleg, hogy is mondjam, nagy lelkesedésben megpróbáltak egy kicsit szint vinni az ítélet végrehajtás folyamatába, és pusztát tenni néhány lapáttal. Erről majd a notárius úrunk illően figyelmeztet is meg minket a későbbiekben. Aztán voltak ilyen vidám dolgok, ez a Sandborn, ez egy német, Németországban sok helyen lehet látni, ez egyébként nem csak voltam volna, hanem Lipcsében, meg más helyeken is. Ezt gyakorlatilag kétféle bűn elkövetésekor alkalmazták. Az egyik az jelző asszonyokat tettek bele a haláltalálkodásra. A másik pedig békek és egyéb élelmiszer előállító iparos mestereknek a büntetése volt, hogyha úgy találták a kenyér, amit sütöttek, hogy az élelmiszer, amit előállítottak, nem ütöttenek a mértéket. Gyakorlatilag következőképpen működött, ezek jelzően folyóparton voltak felállítva, a bűnös beletették a ketrezbe, majd utána az ellenség segítségével jó párszor belemártogatták a folyóba. Ezt megcselekedték jó párszor egész addig, amíg elegendőnek ítélték a megszégyenítést. Na most ugye nyári időben ez egy viszonylag kellemes elfoglaltság volt, nyilván télen talán annyira. Úgyhogy véletlenül mindenki igyekezett a fajta bűnnek követéseket inkább a menekebb hónapokra összpontosítani. És ugye itt jutottunk el a megszigyenítés jellegű kínzások talán csimboraszójához, és ez egy magyar specialitás, más kiskunkból vannak feljegyzéseink, úgyhogy szeretném is felolvasni. Nagyon jó szövege. Na most a pacal ugye jellemzően viszonylag kevéssé lehet ugye kínvallatás vagy kínzásra használni, bár gondolom lehet, hogy vannak pár nap, akik ezzel azért vitára szállnának. De a lényeg az, hogy ezt jellemzően magának a főbüntetésnek a helyettesítésére találták ki, mégpedig azért, mert és ugye itt szeretnék visszautalni az előadás korábbi részére, az elkövető hölgy áldott állapotban volt, az ítélet az gyakorlatilag így szól, magyarás hata, ki elsőben Herke István a lovászával paráználkodva a terhekével büntetlen maradt, most ismét bizonytalan a torkú tisztátalan terhek hordozván, rendes büntetéssel nem afficiáltathatik. Hogy a nép előtt tudott botránkozásul ne légyen, minden utána jó ideig az Árisponban fog sengedni, pacal vertették nyakába, itt perpetuum a városból proskürfátasség. Magyarán, ugye a jellemző büntetés a városból vagy a közösségből való kiűzés vagy kizárás volt, és hát ezt próbálták ilyen gasztronómiai jellegű specialitásokkal felturbózni. És akkor nyilván ezen jól előröntöttük magunkat, most jön a annyira nem vicces része az előadásnak. Ugye a kínzóeszközöknek nagy szerepe jutott akkor is, amikor a kivégzéseket jellemzően egy súlyosbított formában, tehát az elítélt megkínzatása által hajtották végre. Ugye ez jellemzően főben járó bűnök voltak, viszont itt ki igazán a kreatív szállam a középkori és korábbi elődeinkből. Számos módszert találtak ki arra, hogy hogyan is vessenek véget az életének. Az első és viszonylag ismert dolog, ugye a kerékbetörés. Ugye ez egy alapvetően egyszerű megoldás. Gyakorlatilag semmi más nem csinált, kétféle megoldás volt, vagy egy kerékbe rákötözték az illetőt, és gyakorlatilag vasdorongokkal addig ütötték, amíg meg nem halt.
A másik variáció pedig az volt, hogy karokhoz kötötték ki a négy végtagját, és alá ilyen háromszögakú fahasságokat tettek, ugye a háromszög fölfelé járt, de gyakorlatilag bármilyen ütés, ami érte felülről, az még plusz fájdalmat okozott alulról is. Ezt egyébként, és általában ezeknél a brutális kivégzési metódusoknál gyakorlatilag voltak úgynevezett ilyen enyhítések. Tehát amikor valójában ezt a kivégzési formát alkalmazták, de gyakorlatilag megoldották azt, hogy a elégét mégsem szenvedjék olyan sokat, tehát így például előfordult az, hogy puskaporozzacskót helyeztek az úriembernek a mellkasára, és gyakorlatilag az első ütése az ugye szétpancsolta a mellkasát, úgyhogy meg is halt. Viszont, hogyha nem voltak kegyelmes vagy irgalmas kedvükben a bírók, akkor gyakorlatilag elrendelhették azt, hogy haladjanak szépen lassan, alulról felfelé, kívülről befelé, szóval eltartott egy darabig, amit gyakorlatilag beépítették az illetőt a kerékbe. A következő szintén nem túl szívbeütő jószegű a karolóhúzás, ez szintén egész Európában elterjedt volt, de mégis inkább a keleti végeken volt az, ami ahol igazán nagy népszerűséget szert, ugye akit említhetnénk, az nem más, mint ugye a helyben is vendégeskedő Vlad Dracul, vagy bocsánat, Vlad Tepes, ugye a havasalföldi vajda, aki egyszerűen Mátyás kényszerű vendégszeretetét élvezte, ugye egy több alkalommal gyakorlatilag eszteket húzott karóba, és ugye az átvázoláson átjuk Mankender ebédelt alattuk. Egyébként a törökök vinték ezt igazán tökére ennek a kivégzési formának az alkalmazását, ugyanis ezt is lehetett úgy csinálni, hogy a lelőtt gyakorlatilag azonnal meghalt, meg úgy is, hogy még jó pár napig eljátszakozik ott a karon. Ugye egyébként a magyar balhegyes koporsó ilyen elnevezéssel is illették ezt a fajta béket. Na, szerintem ennek a igazán vagyis a kreatív megoldása, ugye a megnyúzás volt az első, amit itt tudnánk említeni. Itt jellemzően mindenféle nyírólókkal, késéppel és hasonló fagyakarattal lehámozták az illetőről a bőrt. Ez egy viszonylag ritkán alkalmazott tüntetési forma volt, azért azt érdemes megjegyezni. Egy példát tudnék említeni, talán kettőt. Az egyik az a oroszlán-szibéri háború gyilkosa, egy francia szakács volt egyébként, aki számszeréjjel megsebesítette a királyt, aki aztán a sebe elmérget meghalt. Előtte tanulók jelenti kifejezetten mondta, hogy kímélyék meg gyilkosának az életét, de ezt nem igazán tartották be, úgyhogy amit elkapták, két napon később levették a várat, és ennek a tüntetési formájukat tették alá. Amúgy meg az oszmán törökök szokták ezzel a Leopold Velencei kapitányokat szerencséltetni, például Krétán, ahol miután megszabadították az illetőt, a bőrétől szalmával kitönték és úgy állították ki az elfoglalt város főterén. Aztán a következő az állatok alkalmazása, és közös a lovaké. Amit itt látunk, az nem más, mint Brünnhilde ausztriai hercegnő. Ő egyébként egy nagyon nagy formátumú egyénisége volt a Merovingi korszaknak, akit érdekel az Kulcsás Zsannának a Rejtélyek és botrányok a középkorban könyvében bővebben is értesülhet róla. Itt, amit látunk, az az életének az utolsó momentuma. Gyakorlatilag négy király mögött volt ő a valódi hatalom, tehát ő volt a régens király, mert most ennyi idő alatt elég sok ellenséget szedett össze, és ők a élete végén végül felülkerekedtek, elfogták, és úgy döntöttek, hogy ez lesz a legmegfelelőbb mód arra, hogy kitöltsék rajta a bosszújukat, tehát gyakorlatilag végtagjaihoz végtagjait megkötözték, meg a másik végét lovak hámjához kötötték, aztán megindultak be a szélhúzsa minden irányába. Ennek egy verziója volt egyébként, hogy a lovakkal csak csinál halálra vonszoltatás, amire magyar példa, ugye egy kimondottan visegrári példa, hogy a Szács Felicián féle merénylet, ahol Feliciánnak a legénykorú fiát, illetve az ő szolgáját végezték ezzel a módszerrel, és hát végül tényleg kettő fűrészelés. Na most ez tipikusan török, az oszmán török metódus volt, és azon belül is egyetlen szultánhoz, Muhammad Fatihhoz, a hódító Mehmedhez köthető, kinek hatalma hámját, Allah hányvázta az örökké valóság karolihoz, azaz, akit megvert Nándor Fehérvárnál. Magában nem tudom, hogy nem emlékszik szó, viszonylag egyértelmű, hogy mi történik. Jellemzően a velencei gyarmatbirodalom felszámolása során alkalmazták nagyon sokat ezt a büntetést, megrobbant tényleg a Minsztrán és egyéb helyeken, de a legrangosabb
áldozat, aki ilyen módon végezte, az nem más volt, mint Szilágyi Mihály Mátyás király nagybátyja. Ő ugye 58-ban után megkoronáztatta az unokaöcsét a Dunai Egén, két évvel később a csatában fogságba esett, Konstantinápolyba vitték, majd ott kémként és árulóként illették el a kényelmes és a kínos halálra. És akkor nagyjából a vége felé járunk, most már sokat nem kell kivírni. Ugye a következő az ellenek eltemetés, ez egy nagyon ősi megközelítése a ítélet végrehajtásának. Tacitus íróla germánoknak gyávaság büntetése volt, ez gyakorlatilag harcfasságban mondták az illetőt, aztán pakolták a földet, amíg meg nem halt. És ugye a rómaiaknál is létezett ez a büntetés, méghozzá a Vesta-szüzeket ítélték, arról megszedték a szüzességi fogadalmakat. És valószínűleg az utóbbinak a felelevenítése volt a középkorban az ellenben eltemetés, nem is jellemzően ezt is csak nők, ezt nőkön hajtották végre elsősorban. Nagyobb a dolgok következőképpen zajlott, hogy megásták a sírt, és utána több is ágyat készítettek az elítéletnek, arra ráfektették, majd utána cselekedtek a mellkasához, és utána pedig elkezdték betemetni őt. A maga betemetés miatt egyébként valószínűleg a fulladás végzett el az esetek túlnyomó részében, de csak hogy biztosak legyenek, miután megtörtént a betemetés, utána egy kardot vagy egy láncsát döntek el a csövön keresztül egészen a szívéig. Aztán ugye egy másik ilyen konyha művészeti megközelítése ugyanak a témának, hogy az elevenet megfőzés. Ezt változatos bűnökre alkalmazták, de jellemzően a pénzhamisítók és különösen kegyetlen büntetőt, tehát például egy anya meggyilkolásával elítélt, azt hiszem, Nürnbergi illetőt 1392-ben így végeztek ki. Alapvetően vagy vízben, vagy ólomban főzték meg őket. És végül ugye az utolsó, de talán a legismertebb ilyen különösen kegyetlen kivégzési forma az nem más, mint a mágia halál. Ugye ennek pusztán a dolognak a kegyetlenségén túl számos vallási és spirituális jelentősége is volt. Mivel tipikus eredményeket végeztek ki, ez egyetlen boszorkányokat, ugye a mágia az egyszerre jelentette a megtisztulást is, vagy hogyha megrögzött bűnösként halt meg, akkor ízelítőként szolgált abból az örökéki tartó kínból, amit a pokol lángjai jelentettek neki halála után. Magát a mágiahalált is lehetett enyhíteni, például úgy, hogy gyakorlatilag megfojtatta a hóhér az illetőt, amit megjutották a mágiát, de még mielőtt a tűz elkezdte elvégezni pusztító munkáját, az emberi testnek gyakorlatilag egy ilyen karott módszerrel megfojtották az illetőket, és ugyanígy a puskaporozásból itt is alkalmazták abban a pillanatban, hogy a bizonyos fülfokot egyet ugye a közvetlen környezete azt elítéletlen gyakorlatilag felrobbant a zacskó az elítélet mátosán és az okozta a halálát. Itt egyébként ugye ez az alapvető probléma, hogy ez nem volt egy teljesen biztos megoldás. Amit itt látunk, az Guernsey szigetén történt valamikor a 17. században. Három asszonyt ítéltek halálra, egy anyát és két lányát mágia halálra boszorkányságért. És itt is nagyjából az volt a terv, hogy majd jól megfogják őket, csak a lángok olyan gyorsan alapoztak el, hogy gyakorlatilag nem tudott hozzáférni az elítéletekhez. Úgyhogy helyette hát gyakorlatilag azt történt, hogy elkezdtek gyakorlatilag ugye megélni effektíve. És ugye ami még a képben látunk, az külön borzalmasan teszi ezt az esetet, hogy az egyik nő terhes volt, és gyakorlatilag a mágián szült meg a gyermekét, akit aztán az előjáró parancsára vissza is hajítottak a mágiára. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy bár a maga kínvallatás, a kínakozás, ami a középkorban bizonyos keretek közül volt szorítva, amikor viszont úgy döntöttek, hogy aláadják ennek bármelyik embertársukat, akkor meglehetősen kreatív és eléggé borzalmas módon tudták ezt tenni, mégpedig a törvény teljes felhatalmazásával. És mindezek után, hogyha valakinek van még kedve kérdezni, akkor szabad a pálya, de ha nem, akkor viszont megköszönöm a kitüntető figyelmüket, és folytatjuk az előadást, ez az előadás sorozatot, pedig az élő interpretációs részt.